A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a vadhúsfeldolgozás és kereskedelem, tekintve, hogy a Vadex mezőföldi ZRT 1973 óta, tehát fél évszázada foglalkozik vadhúsfelvásárlással, feldolgozással és értékesítéssel. Vendégem pedig Lőrincz Attila, vadfeldolgozási ágazatigazgató. Köszöntöm a televízió nézőket. Tisztelettel köszöntelek. Hát igen, mi, ahogy már itt számtalanszor leírták és elmondták, Európa szívében vagyunk kedvező földrajzi adottságokkal, éghajlattal. Én azt hiszem, hogy a vadgazdálkodás nagyon-nagyon fontos ágazat hazánkban. És hát azt is tudjuk már, hogy a vadhús az egyik legegészségesebb húsfajta. És hát erről kell, hogy beszéljünk, hogy hogy áll most ebben a pillanatban a Vadex itt Fejér megyében, meg úgy általában, hiszen tetszik, nem tetszik, sajnos az elmúlt időszakban nagyon sokat kellett tenni azért, hogy a feldolgozás rendben van, de hogy a fogyasztás is elérje azokat a vásárlói igényeket, és ne csak importra szoruljon a történet. Igen. Hát még egyszer köszöntöm a televízió nézőket. Először is nagyon örülök, hogy ez a téma újra és újra szóba kerül. Szerintem nem lehet eleget beszélni és eleget hangsúlyozni a vadhúsnak a különlegességét. Először is én azt gondolom, hogy muszáj tisztázni azt, hogy a vadhús az egy korlátos, úgymond árucikk. Tehát nézhetjük két oldalról, nézhetjük a vadgazdálkodás szempontjából, és nézhetjük az élelmiszertermelés vagy az élelmiszerfogyasztás szempontjából. Az egész folyamat az egy ellátási láncnak tekinthető, de ez nem egy olyan direkt ellátási lánc, ami a fogyasztás alapján épülne föl. Tehát, hogyha többet szeretnénk belőle fogyasztani, akkor nem lenne elég. Ezt jelenti ugye a korlátos áru alap, vagy a korlátos árukészlet. Mindenképpen nagyon megerősíteném azt, amit elhangzott a bevezetőben, hogy rendkívül jó adottságai vannak Közép-Európának és Magyarországnak. Nagyon jó vadeltartó képessége van a területeknek. És emiatt a vadnak a genetikai állománya, a genetikai kódoltsága, hogy mivé fejlődhet egy vad, mivé fejlődhet egy állat, ezt a környezet, ezt maximálisan képes támogatni, pláne ezekben az években, amikor ilyen jó és dús a vegetáció. Ez ugye az alap, de a vadgazdálkodás az pont arról szól, hogy csak annyi vadat lőnek ki, csak annyi vad jelenik meg úgymond az ellátási láncban, amennyit a környezet eltartó képessége elő tud állítani. Se több, se kevesebb. Hogyha több jelenne meg, az azt jelenteni, hogy kihasználjuk a környezetet, és a vad állománya lecsökken. Ez maradandó, évtizedes károkat jelentene. Vannak olyan fejlődő országok, ahol ezt megteszik, és óriási károk keletkeznek az ökoszisztémában. A másik az, hogyha pedig kevesebbet lőnének ki, tehát kevesebb lenne a szelekció, ugye ennek kétirányú problémát jelentene. Egyrésztről olyan recesszíven öröklődő betegségek ütnék föl a fejüket az állományba, amik utána beteg egyedeket eredményeznének, ez az egyik, és nagyon fontos biológiai szempont. A másik pedig az, hogy olyan vadkár jelentkezne a mezőgazdaságban, így is van, de olyan vadkár jelentkezne a mezőgazdaságban, ami kezelhetetlen lenne, tehát magyarul az állami büdzsét rendkívüli módon igénybe venni. Tehát ez egy nagyon komoly dilemma mindenképpen. Igen. És azt hiszem, hogy mi jó úton járunk, mármint a magyar vadgazdálkodás ebben a tekintetben is. Így van. Viszont a vadfeldolgozás az is számos pilléren áll, tehát az egyik oldalról figyelni kell, hiszen a külföldön nagyon szívesen veszik a magyar vadhúst,
Itthon pedig terjeszteni kéne azt az elvet, hogy a vadgasztronómia igenis fontos lehet számunkra is, tehát az itthoniakra. Ugye ez egy kettősség. Mi mindent kell tenni azért, hiszen tudjuk, hogy a vadhús, és nem csak az ára miatt, nem nagyon vásárolják, illetve van egy bizonyos réteg, aki azért fogyaszt vadhúst, de ezért nagyon sokat kell tenni, hogy ez kitáguljon ez a kör. Igen. Ugye már beszéltünk itt arról, hogy 35 deka az egyfőre eső vadhúsfogyasztás Magyarországon nagyságrendileg. Persze nyilván ez nem általános, leginkább a vadászok családja és ismeretségi köre, illetve a vadhúst kedvelő populáció fogyasztja a vadat. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ez körülbelül egy 500 000 ember, aki úgymond rendszeresen fogyaszt vadat, és rengetegen vannak, akik szinte egyáltalán nem nyúlnak a vadhúshoz. Mivel, hogy mondtam, hogy korlátos, ezért maximálisan 1 kg állna rendelkezésre. 1 kg 20 deka állna rendelkezésre. Itt Magyarországon évente, amit egy fő elfogyaszthatna átlagosan ebből az árualapból, vagy ebből a egyetszámból, amit éves szinten kilőnek a vadászok. Tehát magyarul nem is lehetne nagyon többhöz hozzájutni. Ugyanakkor a magas tápértékű fehérje, a vitaminok, az ásványi sókban gazdag vadhús, tehát marad 65 deka, ha úgy tetszik. Most ezt játékosan fogalmaztam Igen. meg. Tehát mi mindent kell tenni, hogy a magyar gasztronauták felfedezzék a vadhúst. Hiszen a soponyai üzem példa arra, hogy nem csak csomagolásban és nem csak a sok színűség jellemzi, hanem azért tesznek azért is, hogy ezt megismertessék a vásárlóközönséggel. Igen, ez tényleg, ahogy itt az előbb megfogalmazásra került, egyrészt egy misszió, tehát egyrészt én azt gondolom, hogy ez egy nagy feladat, másrészt pedig gazdasági jelentősége is van. Ugye itt a gazdasági jelentőségéről, hogyha beszélünk, akkor a Covid időszakra visszatérve egy nagyon nagy tanulság volt számunkra az, hogy bizony a belföldi piacnak mekkora jelentősége van, hiszen a nemzetközi piac egyik pillanatról a másikra megállt, és akkor el kellett kezdenünk szinte a nulláról fölépíteni a magyar piacot. És ugye ebbe rengeteg munkát, időt, energiát, pénzt, marketinget beletettünk, most már immáron harmadik éve, és én úgy látom egyébként, hogy hát elsősorban a horeca szektor, és az azokat ellátó nagykereskedők, azok, akik talpra álltak és elindultak a vaddal, de egyébként a horeca szektoron belül a gasztronómiának a képviselői, tehát a szakácsokat szervező szervezetek is, én azt gondolom, hogy a vadhús mellé álltak, napi szinten, heti szinten tartjuk a kapcsolatot velük, és nagyon komoly elszántsággal, missziószerűen viszik ezt a témát. Én úgy gondolom, hogy jó kezekben van náluk. Ugyanakkor az európai nagy vadhús kereskedők továbbra is figyelnek arra a magyar vadhúsra, de az itthoni problémákat nem lehet egyszerre megoldani. Tehát ez egy folyamat része nyilván. De mi mindent kell tenni azért, hogy, ahogy említette, hogy elindult ez a folyamat, viszont ezt tovább kell fejleszteni nyilván. Igen. Nagyon komoly lépéseket tettünk a multi kiskerek irányába, tehát úgymond a hétköznapi fogyasztókat ellátó üzleteknek a megcélzására. Jó néhány ilyen üzlethálózatba ugye bekerültünk, és van egy-kettő olyan, amiben viszonylag azt mondom, hogy jó forgalmat is bonyolítunk. Nyilván van még fejlődési irány, van még fejlődési lehetőség, de azt látom, hogy évről évre egy jó kis progresszív növekvő tendenciát mutatnak ezek a fogyások, és ami itt a kísérletezés részéhez hozzátartozik, hogy most már azért egy 2-3 év alatt sikerült olyan mennyiségű tapasztalatot összegyűjtenünk, hogy mik azok a fő irányok.
csomagolás, milyen csomagolás, milyen értékű csomag, mondjuk milyen kilóár, milyen feldolgozottsági fokú csomagok azok, amelyek sikeresek lehetnek, amiket szívesebben vesz a fogyasztó, ami közel áll a fogyasztási szokásokhoz. Nyilván itt egy bizonyos ragú termékkörről beszélünk, kézzel kockázott, gyönyörű prémium húsokról beszélünk. Úgy tűnik, mintha érdeklődés mutatkozna a darált hús iránt, tehát nem a rossz minőségű, esetleg valamiféle zsíradékkal fölhigított darált hús iránt, hanem a tömény szarvascombból, szarvaslapockából, tehát jó minőségű húsokból készült darált húsok iránt, amit utána akár a téli időszakban a háziasszonyok otthon tetszés szerint akár a töltött káposztába, akár egyéb termékekbe, de a fiatalok akár hamburger pogácsának, vagy bármilyen grillezhető terméknek utána föl tudnak dolgozni. Teljesen könnyű kezelni, mindenki ismeri, nem kell hozzá szaktudás, az íze, a karaktere, az egészségessége, minden magában hordozza azokat az előnyöket, amivel a vadhúsok fogyasztása jár, és hát hagyd ne mondjam egészen a különlegességek irányáig, tehát a kolbászhússal töltött szarvaslapocka és társai, tehát most már egész tág a fantázia világa a kereskedőknek is, nyilván mi próbálunk megfelelni ennek. Tehát meg kell szólítani a fizetőképes vásárlói réteget. Ez ugye egyértelmű, és minél jobb olyan termékekkel. És itt azért a jelzőszerkezetnek fontos szerepe van, a fizetőképes vásárlói réteget, hiszen valljuk meg, hogy azért még nem olcsó a vathús, semmiképpen sem. Viszont meg lehet szólítani úgy is, hogy egyik oldalról kiemelni az egészséges táplálkozásra való törekvést, a biotermékek térnyerését, a régi hagyományokat, és hát az uniós szabályozás is ezt segíti. Ugyanakkor ez egy olyan út, amelynek soha nincs vége, szerintem. Tehát esztendőről esztendőre, főleg egy olyan helyzetben, mondom én, hogy ugye a Covid után, a koronavírus járvány után következett a gazdasági válság, most itt van a nyakunkon az orosz-ukrán háború, az az infláció, ami szép lassan az egekben van, bár nyilván ennek majd jön majd ez vissza szépen lassan. Ez mennyiben nehezítette meg a Vadex dolgát? Ez egy érdekes dolog volt belülről látni ezt. Ugye egyrésztről ugye válaszuk ketté, volt az energia, vagy van az energiaválság, és van az alapanyagok árának a hektikus változása, nem csak emelkedése, de a hektikus változása. Mindkettőt különböző módon kellett kezelni. Az energiaár növekedés az itt nálunk elsősorban villamos energiaár növekedést jelent, nagyon nagy mértékű volt, és borzasztó nagy gondolkodást, nagyon sok tervezést igényelt az, hogy tudjuk kompenzálni ezt a nagymértékű energiaárobbanást, ami ugye megtörtént erre az évre. És végül is amellett döntöttünk, hogy egy napelemparkot, egy komoly naperőművet helyezünk föl az üzemnek a tetejére, ami most már gyakorlatilag néhány héten belül el fog tudni kezdeni termelni. A másik oldal ugye a különböző alapanyagok árának a változása, ez részint helyenként a mi malmunkra hajtotta a vizet. Tavaly évben ugye még mielőtt lekompenzáltuk volna, vagy lekövettük volna a nagymértékű áremelkedést, előfordult olyan szituáció is, hogy a bizonyos multikiskereknél a marhahús ára már magasabb volt, mint a vathúsé. Nyilván a vásárló az a könnyebb ellenállás irányába a vathús felé fordult. Ez nekünk nagyon jó volt, mert így rengeteg ember ezáltal meg tudta ismerni a vathúst. Tehát rengeteg olyan ragúféle fogyott, amit bárki otthon be tudott helyettesíteni a saját konyhájába a mindennapi
húsfogyasztás részeként. Úgyhogy ebből a szempontból azt mondom, hogy ott volt egy ilyen kis előrelépési lehetőség. Nyilván utána ezt nekünk is le kellett kompenzálnunk, mert a működési képességünket az biztosítani kellett, de én azt gondolom, hogy körülbelül most már ugyanazon a szinten mozog a vadhús ára, mint a marhahúsnak az ára. Igaz, hogy a marhahús fogyasztása is viszonylag moderált, tehát a korábbi évtizedekhez képest egy alacsonyabb szinten stagnál, de nagyon örülnék neki, hogyha vadhúsból is ennyi fogyna, mint a marhahúsból. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül ez a két árualap, ez ára, ez nagyjából egy szinten fog mozogni. Térjünk vissza egy kicsit a termékpályamodellhez, bár már esett szó. Mennyit változtak az irányzatok, illetve a szakmai követelményrendszer? Mert ugye ez párhuzamosan kézenfogva jár, ha úgy tetszik, a forgalmazással is. Az igényre gondol? Igen, arra az igényre, ami meghatározó. Itt esett szó olyan új csomagolás technikáról, új különböző kizerelésekről, amelyek már vonzóak, viszont nyilvánvaló, hogy ezt folytatni kell. És ha a újdonságokkal jönnek ki, tehát beltartani értékek és így tovább, akkor az vonzó is lehet. Hát nagyon izgalmas. Ez egy nagyon szerteágazó terület. Itt egészen eljutottunk a pörköltig, a vákumcsomagolt pörköltig, és meglepő módon egyébként erre például Németországból érkezett igény első körben. De ugye itt beszéltünk azokról a modern csomagolásokról, amik teljes egészében feldolgozás késztermékeket hordoznak. Ezek az ilyen skin csomagolás, a mély húzott vákum csomagolt csomagolások, amik gyakorlatilag egy mozdulattal föltéphetők, és szinte azt mondom, hogy az emberi kéz érintése nélkül a serpenyőbe helyezhetők, és a konyhában körülbelül egy 20-25 perc alatt elkészíthetők, vagy adott esetben egy óra alatt elkészíthetők. Tehát a kiszerelésnek is hangsúlyos jelentősége van most? Én azt gondolom, hogy igen. Ez is egy edukáció. Nem annyira egyértelmű a dolog. Persze szívesen mondanám, hogy igen, egyértelműen van. El kell idáig jutni. A fogyasztó az elsősorban ugye a pénztárcáját nézi, azt nézi, hogy árérték arányban neki mi éri meg, és adott esetben nekünk ezt le kell tudnunk követni az átadási árban. Tehát a mi termékünk előállítási költségével kell tudnunk gazdálkodni megfelelően, és figyelembe kell venni a piacon lévő más termékeknek az árszintjével, az adott termék kategória vonatkozásában, és hogyha minden összejön, akkor azt tudom mondani bátran, hogy igen, a csomagolásnak nagyon nagy jelentősége van, de idáig azért egy hosszú út vezet. Igen, tehát itt azért jönnek a kényelmi szempontok, így de ez van, az utolsó talán, ha úgy tetszik. Így van. Akciók. Hogyan lehet akciós termék a vadhús? Mert hogy azért nagyon is jól tudjuk, hogy egy prémium termék nagyjából, függetlenül attól, hogy itt röviden beszéltünk arról, hogy ma már azért vannak olyan termékek, amelyek bármelyik hétköznap az asztalunkra kerülhetnek. Igen. Abszolút prémium termék, és én azt gondolom, hogy ez nem árban prémium, tehát a vadhús nem árkategóriájában kell, hogy prémium legyen, hanem erkölcsileg kell, hogy prémium legyen. Tehát figyelembe és tudomásul kell venni azt, hogy minden egyed más. Tehát itt ez nem egy olyan tenyésztett állat, amiből még beállítunk, nem tudom én, két sort, vagy néhány ezer darabot, hanem ez a korlátossága miatt, és amiatt, mert minden egyed más és más korú, fejlettségi állapotú, más táplálékon nevelkedett, és sorolhatnám, mindegyik egy-egy különlegesség, mindegyik egy-egy
egy-egy gasztronómiai csoda. Tehát én szerintem erkölcsileg kell elsősorban a kuriózum jellegét éreznünk, érzékelnünk, és hogyha ezt fogyasztjuk, ezt az áruallapot, ezt a terméket fogyasztjuk, akkor igenis tudnunk kell azt, hogy ez nem egy nagy üzemben, nem egy beállított boxban, nem egy meghatározott takarmány összetételű takarmányon, hanem kint a természetben nevelkedett, és olyan hatások érték, amikkel kapcsolatban én azt gondolom, hogy azt szeretnénk, hogyha bennünket is olyan hatások érnének. Tehát azért járunk ki az erdőbe, azért járunk ki a természetbe, hogy egy kicsit át tudjuk venni, el tudjuk csendesedni, át tudjuk venni az erdőnek a hangulatát, és mindent hordoz magában, amire ezzel kapcsolatban mi vágyunk, én azt gondolom. Igen, 3 esztendővel ezelőtt így fogalmazták meg, hogy mi a feladat. A bevezetés időszakában kiemelten fontosnak tartjuk a fogyasztók edukálását, a vathússal kapcsolatos tévhitek eloszlatását, a vathús élettani előnyeinek megismertetését, az egészséges és változatos étrendbe történő beilleszthetőségének bemutatását. Itt egy kicsit beszéljünk a tévhitekről, mert hogy azért valljuk meg, hogy a köznapi ember számára még mindig léteznek ezek. Igen. Tehát itt most csak nem az árérték arányról beszélek, hanem úgy általában. Igen. Nagyon sok, megint azt mondanám, hogy estig tudnám sorolni, tehát hogy rágós, nehéz elkészíteni, összekoszolja a konyhát, hogy mellékíze van, tehát ezek mind olyan sztereotípiák, amik a régi rossz beidegződésből abból erednek, hogy bizonyos esetekben a fogyasztó olyan termékkel került kapcsolatba, amit vagy nem szakemberek dolgoztak föl, vagy nem megfelelő módon ellenőriztek. Ugye mi, mint élelmiszer előállítók, olyan szigorú követelményeknek vagyunk kénytelenek, és felelünk is meg, amik a legszigorúbb élelmiszer minőségi követelményeket jelentik. Tehát egyrésztről ugye mi is üzemeltetünk minőségirányítási rendszert, és nem csak az alap HACCP-t, hanem egy magas szintű IFS rendszerrel rendelkezünk. De ezen túlmenően is olyan jogszabályoknak, olyan előírásoknak kell megfelelnünk, amik 99,99%-ig, de merem állítani, hogy 100%-ig kizárják azt, hogy olyan problémával kerüljön az ember szembe, a fogyasztó szembe, amit a sztereotípiái, a régről származó sztereotípiái hordoznak magukba. Nehéz ez, hosszú idő, mire ezt el tudjuk csendesíteni, le tudjuk csillapítani. Nagyon sok pozitív élmény kell hozzá, nagyon sok megerősítés kell hozzá, én azt gondolom. Nem lehet ajtóstúl a házba rohanni, ezt is gondolom. Tehát nem lehet lenyomni az emberek torkán, hogy most már pedig fogyasszatok vathúst. Finom eszközökkel próbálunk manipulálni, amik rendelkezésünkre állnak, nagyon sok marketing, nagyon sok szakmai előadás, konferencia, publikáció, minden lehetséges fórumon, amire eljutunk, vagy el tudunk jutni, propagáljuk ezt a hitet. Itt van például a Vad Gasztronómiai Fesztivál, amiről majd nagyon szívesen egy pár szót mondanék. Ami szintén évekkel ezelőtt indult, és pont abból a célból, hogy ezeket a sztereotípiákat eloszlassuk. Tehát Vad Gasztró Fesztivál, mert hogy ez már a határozott jövőképet mutatja egyébként, ami a múltból táplálkozik nyilván, hiszen azért mi magunk is számtalanszor jártunk Soponyán, de azt hiszem, hogy a 21. század első harmadában már ez is valamiféle újdonságot akar. Igen, 16. nemzetközi vadgasztronómiai fesztivál névre hallgat ez az ünnepség, vagy ez a rendezvény. Szeptember 2-án, tehát szeptember első hétvégéjén szombaton lesz Soponyán, a vadászháznál, talán így sokan ismerik, és beazonosítható. Ott van egy gyönyörű, szép, csodálatos adottságokkal rendelkező hatalmas nagy tér, ahova közel 6000 látogatót várunk, és 60 főzőcsapatot,
Ez azt jelenti, hogy körülbelül 300 szakács fogja biztosítani az ételt. Itt tulajdonképpen ez úgy szokott kinézni, hogy ott ezen a téren egymás mellett sátrakba csapatok főznek reggeltől, és aztán utána pedig a belépőjegyért az ott megjelenő vendégek meg tudják kóstolni ezeket a finomságokat, amik nem csak pörkölt, hanem kinek-kinek a fantáziája szerinti költemény, de szenzációs dolgok szoktak születni. Még annyit el kell mondjak, hogy két kapcsolódó rendezvény lesz, a Stílországos Fakitermelő Bajnokság döntője, itt lesz, és a Fejér Vármegyei Vadásznap szintén a Vadgasztronómiai Fesztivállal párhuzamosan ezen a területen fog zajlani. A fővédnökök dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes úr lesz, illetve dr. Nagy István agrárminiszter úr lesznek. És még egyet a lelkemre kötöttek a kollégáim, hogy ezt feltétlenül mondjam el, hogy a vadgasztro.vadex.hu az a honlap, amin lehet jelentkezni, de itt galériák, receptek, programok is megtalálhatóak lesznek, úgyhogy ott leszünk nagyon mindig, sok szeretettel várunk mindenkit. Mindig ott vagyunk természetesen, és beszámolunk róla. No, én köszönöm, hát azt kívánom, hogy folytassák azt a munkát, amelyet megkezdtek, hiszen nagyon fontos számunkra a Vadex mindennapjai, és nyilvánvaló, hogy akkor a számunkra is ünnep, ha a Vadexnak jól megy, és hát ezen a vadászokon és önökön ez nyilván nem múlik. Köszönöm, hogy megtisztelt. Találkozunk szeptemberben. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, Lőrinc Attilával beszélgettünk, a Vadex ágazat igazgatójával, a vadhús jelenéről és jövőjéről. Természetesen akkor, mint ahogy hallhatták, szeptemberben várják önöket Soponyán, hiszen a Vadgasztró Fesztivál megéri az ott létet. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.